Az önkormányzat elszállítaná az illegális hulladékot, csak éppen július 1-től már nem teheti meg. A városvezetés attól tart, egyre több lesz a közterületen hagyott szemét mennyisége. Már most problémák vannak a védőnői ellátással. Az önkormányzattól elvonta az állam a forrás, de a működtetés vásznál maradt. Jelenleg nem mennek külterületi családokhoz a szakemberek. Itt a Vác a tiéd. Szombaton 10 órától színes programokkal várja egész nap a Városháza az érdeklődőket. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Július 1-től Vácon is kizárólag a MOL viheti el a közterületi kukákba rakott, vagy az éppen azok mellé letett hulladékot. Eddig a Váci Város Fejlesztő Kft.-nek volt érvényes szerződése az illegális hulladék összeszedésére, ezért a munkáért még pénzt is kapott a városi cég a regionális szolgáltatótól. Az új törvény módosítás miatt azonban sok a bizonytalanság, és egyelőre nincs, aki elvigye a közterületekre kidobált holmikat. A Váci önkormányzat attól tart, hogy a nem szabályosan kihelyezett hulladék egy idő után el fogja önteni Vác utcáit, ezért most csak annyit tudnak tenni, hogy fokozottan figyelik a szabálysértéseket, és felhívják a figyelmet az ingyenes hulladékudvar használatára. Továbbra is mindennapos a kukák mellé illegálisan elhelyezett lomok, például régi bútorok látványa. Jelenállás szerint pedig úgy néz ki, hogy nincs is, aki összeszedje azokat. Eddig az önkormányzat tudta orvosolni a problémát azzal, hogy felkérte a városfejlesztőt, hogy alvállalkozóként egyezze meg a DTKH-val a hulladék elszállításáról. Tavaly júniustól idén június végéig így összesen 800 tonna közterületen hagyott szemetet számolt fel a Váci Holding. A kormány legutóbbi törvénymódosítása szerint ezt a munkát azonban a jövőben kizárólag a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT vagy valamelyik alvállalkozója végezheti. Az új jogszabályok érvénybe lépésekor július 1-ével felmondták a Városfejlesztő Kft.-vel a szolgáltatási szerződést, mert nem tudjuk, hogy kivel kell a továbbiakban leszerződni. Tehát átmenetileg azt tudom mondani, hogy így lerakott illegális hulladék nem tudom mennyi ideig, de ez itt fog lenni a helyén. Tehát még meg nem találják, hogy ki lesz az a szolgáltató, aki aztán el fogja szállítani az illegális hulladékot. A hulladéktárolókba szabályosan elhelyezett szemetet, zöld hulladékot vagy szelektívet továbbra is elviszi az új szolgáltató. Az önkormányzat viszont attól tart, hogy az illegális hulladékhegyek tovább fognak gyarapodni a közterületeken, és egy idő után kezelhetetlenné válik a helyzet. Ugyanis a MOL Vácon is átadta a hulladékgazdálkodás koordinálását a Vertikál ZRT-nek. A cégtől pedig egyelőre nincs információ, hogy hogyan gyűjtik majd be az illegális hulladékot. Ez évben megmondták a jogosultságot, nem csak a városfejlesztőtől, mindenkitől megmondták a jogosultságot. Egy területi koordinátor fogja kijelölni, hogy ki fogja a jövőben elszállítani a illegálisan lerakott hulladékot. A városfejlesztő felregisztrált erre a tevékenységre, az önkormányzat felregisztrált, hogy ő hajlandó megrendelni, akit kijelölnek a számára, hát most majd valamikor összeérnek a szálak, reméljük, és akkor kiderül, hogy ki fogja a továbbiakban ezt a feladatellátást elvégezni. A Váci Holding műszaki vezetője kiemelte, az önkormányzat nem kevés pénzt áldozott arra, hogy a városban hulladékudvart nyisson. Ide minden váci polgár ingyen és bérmentve elviheti feleslegessé vált holmiait, ráadásul a házhoz menő évi egyszeri lomtalanítás is díjtalan. Az illegális lerakást pedig továbbra is megfigyelik, és akit utolérnek, az súlyos pénzbírságra számíthat. Köznélküli közmeghallgatást tartott a Pest megyei önkormányzat Gödön a háborús vészhelyzetre hivatkozva. A két hete beharangozott fórum témája a Samsung gyárbővítés engedélye és az ehhez készült biztonsági dokumentáció volt, amit a gödiek e-mailben véleményezhettek, és így tehették fel a kérdéseiket is. Az illetékesek élő közvetítésben válaszoltak a kérdésekre, azonban érdemi válaszokat nem adtak, mondták a Gödért Egyesület képviselői a Nagyítóban. Kiemelték azt is, a Kamerer Zoltánnal történt első személyes egyeztetés után azt várják Göd új polgármesterétől, hogy vállaljon közvetítő szerepet a gyár és a gödiek között. Gödön legutóbb januárban volt közmeghallgatás a Samsung gyár bővítéséről, amit igen nagy érdeklődés övezett, erről a híradó is beszámolt. Akkor a helyiek még személyesen tehették fel kérdéseiket, és egyúttal a gyár bezárását követelték annak szabálytalan működésére hivatkozva.
A lakossági tiltakozás ellenére a katasztrófavédelem néhány nappal később kiadta a Samsung újabb engedélyét. Júniusban ismét közmeghallgatást hirdettek Gödön a Samsung újonnan megépült gyárrésze miatt, amely működésének engedélyezéséhez új biztonsági dokumentáció készült, amit a gödiek véleményezhettek. Azonban ezúttal ezt nem tehették meg élőben, mert a Pest megyei önkormányzat a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva úgy hirdette meg a közmeghallgatást, hogy az érintetteknek ne kelljen személyesen megjelenni. A Gödért Egyesület ezért 39 kérdést küldött a hatóságnak. Az illetékesek június 26-án délelőtt 10 órától élő YouTube közvetítésben válaszoltak a felmerült kérdésekre. Az online verzió azonban nem volt kifejezetten hatékony. Érdemi válaszok nem igazán érkeztek, visszakérdezésre vagy bármilyen interakcióra nem volt lehetősége a lakosoknak, mondta Szaszkó Andrea, a Gödért Egyesület alelnöke a Nagyítóban. A nyilvánosság teljes kizárásával történik ez az egész. Egészen másképpen reagálnak az emberek a hatóságnak a magyarázataira, illetve az állításaira akkor, hogyha ez nem közösségben történik, mert akkor a reflexió az az emberek között is megtörténik. Tehát egymástól is tudunk meg új információkat. És ugyanúgy, ahogy a parlamentben a válaszokra viszont kérdéseket és viszont válaszokat lehet feltenni. Ebben az esetben, ahogy most zajlott a közmeghallgatás, ez nem igaz. Az Egyesület ezt követően a katasztrófavédelemhez fordult a biztonsági jelentés kapcsán felmerült kérdésekkel, amire jelenleg várják a válaszokat, nyilatkozott Szegedi Ákos, az Egyesület elnöke. Göd új polgármesterével is egyeztettek a civilek, ettől azt remélik, hogy Kammerer Zoltán közvetíteni fog a Samsung kórai érdekeltsége és a gödiek között. Tette hozzá. Itt igazából már annak örültünk, hogy a lehetőséget megkaptuk, és ez alkalmat adott arra, hogy átnyújtsunk egy hosszabb listát, hogy arra majd azzal kapcsolatban majd későbbiekben is részletesebben át tudjuk beszélni. Ebbe gyakorlatilag azok a demonstráción átadott petíciónkban részletezett kérdéseink voltak, amikre a Samsungtól azóta se kaptunk természetesen választ. A polgármester ugye találkozott a Samsung képviselővel, tehát egyfajta csatorna lehet, hogy ő ezt tényleg komolyan veszi, ezt a közvetítő szerepet. Egy nyári virágokkal színesítették, és a már meglévő növényeket is rendbe tették a Galcsek utca Nasszáj járóházzal szembeni útszakaszán. Jess Kinga, a körzet képviselője elmondta a híradónak, hogy a város kertészei, miután végeztek az ültetéssel és a meccéssel, még körbe is kerítették az új ágyásokat, hogy azok biztonságban meg tudjanak erősödni. A városfejlesztő kertészeinek köszönhetjük, hogy itt a belvárosban megint újabb részek újulnak meg. A forgalom elterelő szigetet újítják meg, ami azt jelenti, hogy beültetés is történik, a meglevő növényeket rendezik, és így nem az a össze-vissza gazos terület lesz majd itt a jövőben, ami eddig volt. A városban először tavasszal, majd nyár elején a második ütemben is sok virágágyás megújult. A visszajelzések nyomán pedig arról is döntöttek, hogy Vác az Országos Virágos Magyarország kezdeményezéshez is csatlakozik, tette hozzá Jess Kinga. Nem megoldott egyenlőre, hogy a külterületi családokhoz hogyan jutnak el a váci védőnők. Július 1-től ugyanis már nem az önkormányzat, hanem az állam fizeti a dolgozók illetményét. A munkájukhoz szükséges feltételek biztosítását viszont továbbra is az önkormányzattól várná az állam, amihez viszont nem ad megfelelő támogatást. Vác vezetése jelenleg levelezést folytat az új munkáltatóval, az Észak-Pesti Centrum Kórházzal, mely egyelőre havi 30 ezer forinttal gondolta kiegészíteni a 12 védőnő elhelyezésének és szállításának költségeit. Nem szállítja tovább a családsegítő autója a váci védőnőket, és egyelőre az is kérdéses, hogy a csecsemőgondozást végző szakemberek elhelyezésének költségeit kiállja. Ugyanis a Semjén Zsolt által tavaly előterjesztett törvénymódosítás nyomán júliustól 12 területi védőnő már nem az önkormányzat, hanem a megyei irányító kórház alkalmazotti köréhez tartozik. Ezzel párhuzamosan a kormány elvette Vásztól a feladatellátás után járó teljes támogatást, havi 7 millió forintot. Viszont itt hagyta a működtetést, aminek költségeit 30 ezer forinttal egészíteni ki havonta.
spórolni tudni kell. Tehát nyilván az állam úgy próbál meg a saját költségvetésén egy picikét spórolni, hogy azt a pénzt, amit eddig a teljes működtetésre, bérek, járulék, működés, dologi kiadások lefinanszírozott a városnak, ez egy bő 7 millió forint volt havonta, ebben benne volt tulajdonképpen minden, ebből nagyjából egészében, de nagyjából egészében csak lehetett működtetni a rendszert. Ezt a pénzt teljes egészében, mint forrást megvonják, viszont a feladatfinanszírozásnak egy csomó költségét legalább időlegesen, de nálunk hagyna. Mi erre mondtuk azt, hogy ez semmiképpen nem elfogadható. Az állam, ha ad feladatot, akkor adjon mellé forrást is. Ha elviszi a feladatot, akkor viszont ne hagyjon itt semmilyen költségrészt belőle. Az önkormányzat kalkulációja szerint a területi védőnői munka működtetésének kiadásai havi 1 millió forintba kerülnek. Ennyit kérnének a legutóbb elkészített szerződést tervezet alapján. További nehézséget okozhat az ellátásban, hogy a munkáltatóváltás miatt több váci védőnő is fontolgatja, hogy nem köt szerződést az új foglalkoztatóval. Eddig ugyanis a megnövekedett munkaidőt, például a külterületi családlátogatást pótlék kifizetésével honorált az önkormányzat. Ez a bérkiegészítés azonban most eltűnhet az egységes bértábla miatt. A magasabb bérű kollégák, akik minden pótlékot, hogy vácon és tisztességgel megkaptak béreket, ezeket a béreket fogják lejjebb szállítani azon védőnő kollégák bére mellé, akik más településen, más ugyan értelmezve a jogszabályt kaptak kevesebbért. Ez szerencsétlen élethelyzet áll elő az esetükben, tehát nem a kevesebb bérrel rendelkező védőnő bérét húzzák feljebb, hanem a magasabb bérű kollégáit viszik lejjebb. Ez jelen esetben azt jelentheti, hogy egy 40 és 80 ezer forinttal esetleg csökkenhet a bérük, ez a mi tudásunk. A Humán Szolgáltató Központ igazgatója elmondta, úgy látják, hogy az átállással a védőnők munkavégzése nehezebbé vált, az évtizedek alatt jól kidolgozott rendszer pedig jelenleg akadályokkal küszködik, aminek családanyák és gyerekek lehetnek a kárvalottjai. Az elmúlt hónapban a város minden bölcsödéjében tartottak családi napot. A Baba utcai intézményen pénteken zajlott a program. Az esemény különlegessége az önkormányzat támogatásával fellépő Arany Szamár Bábszínház volt, akik érzékenyítő előadásukat mutatták be a legkisebbeknek. Múlt hét pénteken tartotta meg a már hagyományosnak mondható családi napját a Baba utcai bölcsöde. Az önkormányzati fenntartású intézménybe most is azokat a gyerekes családokat várták, akik valamilyen formában kötődnek a közösséghez. Az intézmény vezetője arról beszélt a híradónak, hogy a program nem csak a szórakoztatásról szólt, hanem lehetőséget adott az eltérő fejlődésű gyerekeket nevelő családoknak arra, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat. A bölcsiseknek több programmal is készültek, pónilovaglás, kisállatsimogatás, ugrálóvár, arcfestés, illetve csillámtetoválás színesítette a kínálatot. Nagy sikert aratott az Arany Szamár Bábszínház is, amelynek társulata már másodszor lépett fel a bölcsiben. Karácsony előtt a polgármester asszony közbenjárásával járt nálunk az Arany Szamár Bábszínház, akik egy nagyon-nagyon aranyos bölcsödéseinknek való előadással készültek. Sajnos akkor nagyon sok beteg kisgyermekünk volt, így nem olyan sokan tudták élvezni, de akkor ígéretet kaptam arra, hogyha szervezek egy következő alkalmat, amikor nagyobb közönségnek is megmutathatja magát ez a társulat, akkor ebben kapok segítséget. Ez most meg is történt, így a juniálison újra fellépett az Arany Szamár Bábszínház. Az önkormányzat az érzékenyítő rendezvénysorozat sikerét látva a másik két bölcsödét is bevonja a programba. Így ősszel a Kölcsei és a Szegfő utcai tagintézményben is fellép különleges előadásával az Arany Szamár Bábszínház. A többszöri egyeztetés ellenére sincs évek óta előrelépés. Az irgalmas rend tulajdonában lévő főtéri saroképület az úgynevezett pengefal ügyében. A jelenlegi városvezetés már a 2019-es megválasztása óta szorgalmazza a rend vezetésénél, hogy tegyenek valamit a barokk főteret elcsúfító épület omladozó homlokzatával, ugyanis az már baleset veszélyessé vált. Mivel az egyszeri bírságoláson kívül az önkormányzatnak nincs törvényi eszköze arra, hogy a tulajdonos rávegye az épületének karbantartására, ezért a polgármester többször is személyes egyeztetést kezdeményezett az ügyben. Matkovics Ilona tavaly novemberben még a tartományfőnökkel és a Magyarország Irgalmas Rend új felelősével is találkozott a Városházán. A napokban pedig már arra lehettek figyelmesek a helyi lakosok, hogy hálóval fették be a baleset veszélyes homlokzatot, arról továbbra sincsen információ, hogy mikor kezdik meg a renoválást.
Nem száll le a kollégánkról az a 29 éves váci férfi, akiről így mi is kénytelenek vagyunk időről időre gondoskodni, olvasható a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook közleményében. Mint az írásból kiderül, egy a hatóságokkal a múltban már többször összetűzésbe kerülő helyi férfi rendre zaklat egy rendőrt. A rendfenntartónak hol kábítószert hagynak a szélvédőjén, hol kiszúrva találja járműve kerekeit, míg legutóbb az elkövető által gyakran ismételt szlenget vésték a karosszériájára. A 29 éves vélelmezett elkövető pedig mindezt azért teszi, mert megvan róla győződve, hogy múltja miatt a rendőr állandóan szemmel tartja. A közleményben hozzáteszik, az igazsághoz tartozik, hogy az ilyen típusú tetteit a gyógyszereinek szedése helyett nagy dózisú alkohol benyakalása szokta előidézni. Mindezt természetesen megengedhetetlennek tartják a hivatalos erők, így a férfi ellen jelenleg rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik a büntető eljárás. Világelső lett Magyarország alkoholizmusban. A Quibit portál a World Population Review térkép adataira hivatkozva azt írja, az ország területén élő közel negyede alkoholista, méghozzá úgy, hogy a felmérésben a 15 évestől idősebbeket egészen az aggastyánkorig beleszámították. A kimutatás szerint Magyarország megelőzi a közhiedelemben nagyivónak tartott nemzeteket is, például a briteket, éreket, németeket, olaszokat, de még az oroszokat is. Az Eurostat adatai szerint Magyarország sereghajtónak számít, viszont a várható élettartam tekintetében, és szintén a lista végén áll az ország az átlagkereset vonatkozásában is, míg a májusi infláció Magyarországon volt messze a legmagasabb az unión belül. Sem az egészségi állapotra, sem a gazdasági helyzetre vonatkozó mutatói nem kedvezők Magyarországnak, derül ki az utóbbi hónapok felméréseiből. Egy friss kimutatás szerint egyenesen lesújtó a helyzet az alkoholizmus terén. Magyarország lett ugyanis a világon az első az alkoholbetegek lakosságarányos számát illetően. A hazánkban élők közel negyede alkoholista a World Population Review térkép adatai szerint. A Quibit portál rámutat, a nemek szerinti bontásban még látványosabbak a magyar eredmények. A magyar férfiek több mint harmada, 36,9%-a alkoholbeteg, szemben a nők 7,2%-ával. Mint írják, az alkoholista férfiak száma lakossága arányosan megegyezik az oroszországi adatokkal. Dohányzás tekintetében sem állunk jól. Az Eurostat adatai szerint az EU lakosságának 19,7%-a dohányzik naponta, Magyarországon ez az arány 25,8%. A statisztikák szerint a születéskor várható élettartam Magyarországon 72,1 év, míg az uniós átlag 80,1 év. Az OECD adatok szerint Magyarországon a rákos megbetegedések gyakorisága és halálozási arányszáma is meghaladja az uniós átlagot. 2019-ben 100 000 főre 328 rákhalál jutott, míg az uniós átlag 247 haláleset volt. A rossz egészségügyi mutatók mellett hazánkat a kiugróan magas infláció is sújtja. Az Eurostat szerint májusban 21,9%-os volt a magyar infláció, ami továbbra is messze a legrosszabb az EU-ban. Az áremelkedések abban a tekintetben is nagy terhet jelentenek a magyar lakosság jelentős részének, hogy rendkívül alacsony a nettó átlagkereset. Az Eurostat számításai szerint, míg Ausztriában az átlagfizetés 1 millió 100 ezer forint volt tavaly, addig nálunk 331 602 forintot kerestek havonta. Kimutatásuk szerint tőlünk kevesebbet az EU-ban, csak Romániában és Bulgáriában vihettek haza tavaly a dolgozók. Ingyenes programokkal várja az érdeklődőket hétvégén a Városháza. Szombaton 10 órától a Váca tiéd címmel negyedik alkalommal tartják meg azt a rendezvényt, amire régi és új váci lakosokat várnak. Az eseményre ellátogatók a szórakoztató kínálat mellett például azt is megtudhatják, mi volt az utcájuk neve egykor, vagy mivel foglalkoztak korábban az ott élők. A program sorozat délután 4-ig a Városháza udvarán és a barokk épület belsejében zajlik. Szombaton friss lesz a hajnal a Dunakanyarban, majd napközben országszerte igazi strandidőre van kilátás, sok napsütéssel, csapadék nem várható.
A csúcs hőmérséklet 31 fok körül alakul, vasárnap már 33 fokos maximumokat mérhetünk, továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék ekkor sem várható. A jövő hét elején is sok napsütés várható, csak kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szél hétfőn csak helyenként, kedden már több felé lehet élénk. Forró napok jönnek, a csúcs hőmérséklet hétfőn 35, kedden 34 fok közelében alakul. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják honlapunkon az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!